A marcalvárosi Kovács Margit iskola, amit június eleje óta nagyrészt állványok takarnak, az intézményben komoly munka zajlik, energetikai felújításon esik át az épület. A fejlesztést a térség országgyűlési képviselője kezdeményezte. Országgyűlési képviselőként mindig fontosnak tartottam, hogy az oktatási intézmények megújulhassanak Győrben. Emlékezhetnek rá, hogy annak idején magam kezdeményeztem az evangélikus iskolának a felújítását, ugye az egész evangélikus szigetet szépen meg tudtuk újítani, új épületek lettek, illetve a régieket fel tudtuk újítani. Aztán Adivárosban a Fekete István általános iskola, ott végeztek egy nagyon jelentős felújítási fejlesztési munkát. Lettek fontos fejlesztések az elmúlt időszakban, Adivárosban, szintén a Móra iskolában, és legutóbb a Págiszban kezdődött egy felújítás, és most itt a Kovács Margit iskolában zajlanak a munkák. A Págiszban és a Kovács Margitban zajló energetikai munkák szinte párhuzamosan zajlanak. Az 570 milliós beruházás keretében külső szigetelést kap az iskola, új nyilászárókat szerelnek be, korszerűsítik a fűtést, de napelemek is kerülnek a tetőre. Ez egy nagyon jelentős fejlesztés, ami most zajlik, hiszen egy 570 millió forintos energiakorszerűsítésről van szó, és azt gondolom, hogy most ezekben a hónapokban mindenki láthatja, hogy felértékelődnek ezek a fejlesztések, ahol kevesebb energiát fognak fogyasztani. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy esztétikusabbak lesznek az épületek, az oktatási intézmények, hanem arról is van szó, hogy kevesebbe fognak kerülni, kisebb lesz a rezsi, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban, években ez egy döntő jelentőségű lesz mindenki szempontjából. Hát leginkább persze az intézmény, az iskola működtetése szempontjából, tehát a tanároknak és a diákoknak. Értékes munka zajlik a Kovács Margitban, ami eddig nem igazán korszerű körülmények között folyt. Jövő nyártól azonban már modern, 21. századi körülmények fogadják a diákokat. Régiós szinten is egyedülálló az intézménynek egy bizonyos profilja, tehát ezt az értéket ezt meg kell őrizni, de ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni, az jobb körülményeket kell tudni biztosítani. Ez a felújítás, ami most zajlik, ez biztosítani fogja jobb körülményeket, hiszen konkrétan arról van szó az energetikai korszerűsítésben, hogy fűtéskorszerűsítés is történik, a szükséges nyílászároknak a cseréje megtörténik, illetve hőszigetelés kerül a falakra, az épület tetejére, és napelemek is kerülnek az épület tetejére az intézménye. Én azt gondolom, hogy összességében Marcalvárosban sikerült ezzel azt a két fontos intézményt megújítani, amit korábban célul tűztem ki, de vannak újabb céljaim is, tehát szeretnék majd a jövőben más győri iskolák tekintetében is valami olyan lehetőséget kérni, kapni a kormánytól, hogy ez a folyamatos felújítás, amit Győrt jellemzi, ez folytatódhasson. A közel 500 diákot és csaknem 100 pedagógust foglalkoztató iskola energetikai felújítása a tervek szerint egy éven belül, tehát jövő nyárra készül majd el.